Ugorj a képbe! A mai videóban egy olyan festőnőről szeretnék megemlékezni, aki az unokatestvére visszaemlékezései szerint szűkszavú volt, erős akaratú és csökönyös. Ez az unokatestvér nem más, mint Dénes Zsófia, író, újságíró, Ady Endre egykori menyasszonya, aki szerencsére elég sok emlékét lejegyezte unoka nővérével, Dénes Valéria festőnővel kapcsolatosan. A kép, amit kiválasztottam, már nagyon régóta a kedvencem, a címe egyszerűen Csendélet. Dénes Valéria az egyik első olyan magyar festőnő, akire hatással volt a kubizmus, azt nem csak átvette, hanem még tovább is fejlesztette. Róla azonban nem lehet megemlékezni a férje megemlítése nélkül, annyira szoros élet és alkotói közösségben voltak. Ez a férj pedig nem más, mint Galimberti Sándor, aki egy olasz származású családban született, ő maga már Magyarországon, Kaposváron, és Ripurónai József fedezte fel a tehetségét, és utána végigjárta a szokásos helyeket, Nagybányán is tanult, Münchenben, Párizsban, ő is Párizsban a legmodernebb irányzatok hatása alá került. Volt neki már egy felesége, még Dénes Valéria előtt, ő is festőnő volt, Maria Lanov, cseh, osztrák származású festőnő, azonban 1911-ben Dénes Valériát vette feleségül. Dénes Valéria 1877-ben született, középosztálybeli családban, azonban a család sorsa eléggé tragikusra fordult, amikor az édesapa gerincsorvadás miatt tolókocsiba került, és onnantól kezdve az édesanyjának más dolga se volt, mint ápolni önfeláldozóan és kiszolgálni a beteg édesapát. Valériára mindez eléggé riasztóan hatott, idegenkedett a hagyományos női szerepektől, mindenképp menekülni próbált ebből a családból. Mindenképp dolgozni akart, mégpedig úgy dolgozni, hogy nem tanítónőként, szinte ez az egyetlen lehetősége volt a középosztálybeli lányoknak, ő valami mást akart, valami komolyabbat. És a festés lett számára ez a menekülési útvonal. A család nem nagyon támogatta ezt, de ő makacsul végigvitte a választott hivatását, és valóban eljutott az élvonalbeli európai festők közé. Dénes Zsófia leírja, hogy milyen motivációk éltek az unoka nővérében. Ő nem festegetni akart, nem művészkedni akart, nem amatőr festő akart lenni, hanem valami nagyon komolyat, valamilyen igazán 20. századi művészetet akart elérni és művelni. Egyfajta különc volt a maga korában Dénes Valéria, nem akart férjhez menni, úgymond öreg lány maradt, nem akart felolvadni a női szerepekben és az anyaságban, hanem nagyon határozottan saját életutat szeretett volna. Elsőként Szabja Frissauf Ferenc magániskolájában tanult, már ott mindenki fölfigyelt a tehetségére. Többször járt Nagybányán, egyébként itt Nagybányán valószínűleg már találkozott a későbbi férjével, Galimberti Sándorral, de ez még itt csak egy futó ismerettség lehetett, és utána rengeteg időt töltött Párizsban, ahol többek közt a híres neves Matisse Akadémián is növendék volt. Itt ezen a képen nagyon jól látjuk, hogy a kép jobb oldalán számos női festőnövendék is van. Egyébként itt Dénes Valérián kívül több más magyar festő is tanult, köztük két festőnő is, Fejérvári Erzsi és Ferenci Márta. A kép, amit kiválasztottam, ebben az időszakban készült, majd beszélek arról is, hogy a férjével együtt milyen kísérleteket végeztek, de ez még teljesen az ő önálló, egyedi, művészi útkeresése. A csendéletektől, különösen a virágcsendéletektől általában békét, nyugalmat, harmóniát várunk. Ez a csendélet azonban nagyon más. Tele van erővel, tele van energiával. Még azt mondanám, hogy a szabdalt,
kicsit geometrikus, élvonalú levelek szinte agresszivitást sugallnak. A háttér nagy ecsetvonásokkal elfolyatott, gyönyörű szép kék, tényleg a mennyei tisztaságot bemutató kék színnel készült. Maga a cserepes növény pedig egy valamilyen rózsaszínű virág, nagy zöld levelekkel, és ezeket is nagyon egyszerű, határozott ecsetvonásokkal jelenítette meg. A virágcserében lévő növény az asztal sarkára van helyezve, és ez a sarok nagyon éles, élként, enyhe felülnézetből jelenik meg, ami egy nagyon különös kompozicionális elem. A legszebb virágcsendéleteket a holland aranykorban, a 17. századi holland festészetben találjuk, és már itt megjelenik a virágoknak a szimbolikája, az, hogy törékeny, hogy mulandó, hogy gyönyörű szép, hogy mindez valahol az emberi életnek a szimbóluma, valahogy az életciklusoknak, az elmúlásnak, az év körforgásának, az élet és a generációk körforgásának, tehát egy nagyon-nagyon mély, szimbolikus jelentése volt a hollandoknál a virágcsendéleteknek. A későbbiekben nagyon gyakran, úgymond női műfaj lett, ugye az úri lányoktól elvárták, hogy egy kicsit tudjanak festeni, rajzolni, de nem rajzolhattak akármit, meg nem festhettek akármit. A csendélet az egy tökéletes női téma volt, és azt mindenki művelhette, abban nem nagyon láttak veszélyt. Mivel Dénes Valéria Nagybányán is sokszor megfordult, érdemes megnézni, hogy a nagybányai festők ecsetjén mi lett a virágcsendéletekből. Itt sokkal erősebb a színhatásoknak a kiemelése, és egy sokkal lágyabb, oldottabb, nagyon dekoratív látvány tárul a szemünk elé, például Ferenczi Károlynak a virágcsendéleteiben. Ezeken nincs túl sok virág, nem túl nagy a csokor, hanem arra koncentrál, hogy az az egy kis egyszerű növény, annak a teljes artisztikus, esztétikai értéke kibontakozzon a képen. Azonban, hogyha megnézzük Dénes Valéria képét, ő még tovább lép. Egyrészt egy picit a fóvok, tehát Matisse-nak az élénk tubus színei, a nagyon hatásos szín ütköztetése, a szabadon hagyott alap vászon, az, hogy időnként kivillan a képnek az alapja. Mindezt ő már Franciaországban tanulta, és amit pedig egyénileg tett bele, az már régen nem a nagybányai dekorativitás, hanem itt a virág az életnek, az élni akarásnak egy elképesztően erős női szimbólumává válik, amiben benne van mindaz, amit ő a saját sorsáról, saját életének az alakításáról és a saját női szerepeiről is vallott. Ő nem belesimul egyfajta esztétikus művészi világba, hanem éppen, hogy tovább lép, tovább fejlődik, tovább fejleszti a saját művészetét. 1911. december 30-án Dénes Valéria hozzáment az akkor már elvált Kalimberti Sándorhoz, akit mindenki Sandrónak nevezett, és ezzel mindkettejük életében egy teljesen új fejezet nyílt. Mind életmódban, tehát az életközösségükben, Párizsban telepedtek le, a Rue Vaugirard-ban laktak, ugye ma már könnyű a Google Maps-en megnézni, hogy hogy néz ki ma ez a ház, biztos, hogy ez még mindig ugyanaz a ház, amiben ők laktak, és közösen alkottak, Dénes Zsófia szerint külső szemlélő számára nem volt egyértelmű, hogy melyik kép kié, ezt csak ők tudták, hogy ezt a Vali festette, azt meg a Sandro. Tehát nagyon közös, tényleg egy közös stílust alakítottak ki, és közös kísérletezéseik voltak. 1914-ben volt egy kiállításuk, és ennek a kísérő füzetkéjének az előszavában egyfajta manifestumot írnak le, amiben nyilvánvaló, hogy ők valahogy a fauve és a kubista festészetet fejlesztették tovább a maguk módján. Született egy kisfiúk is, Mário, és bár Valériának nyilván
az anyaság mellett sokkal kevesebb ideje maradt a festésre, de nem adta fel, sokszor éjszaka mégiscsak lopott magának egy pár órát, hogy továbbra is a festéssel foglalkozzon, illetve, hogy méltó szellemi társa maradjon anyaként is a férjének. Ennek a csodálatos harmóniában élő művészházaspárnak azonban sajnos nagyon kevés ideje maradt a közös alkotásra. Amikor 1914-ben kitört az első világháború, nekik el kellett hagyniuk Párizst. Éppen elég nagy szegénységben éltek akkor, de szerencsére Valériának a családja utánuk nyúlt, és anyagi segítséget nyújtottak számukra, és így el tudták hagyni Franciaországot, először Belgiumba mentek rövid időre, később pedig Amsterdamban töltöttek egy pár hónapot. Ekkor készült egyébként Galimberti Sándornak talán a leghíresebb képe az Amsterdam, amit nyilván szintén valószínűleg közösen festettek. Azonban Sandro úgy érezte, hogy nem hagyhatja cserben a hazáját, és az amszterdami magyar követségen jelentkezett önkéntes szolgálatra, így aztán haza kellett jönniük. Pécsre ment Galimberti Sándor, ott osztották be valamilyen szolgálatra, és maga Dénes Valéria is oda költözött a kisfiúkkal. Azonban ekkor már annyira kimerült volt Valéria, és annyira aggódott a férjért, hogy nagyon leromlott állapotba került, és elkapott a nyár kellős közepén, július hónapban valamilyen vírust, vagy valamiféle megfázást, tüdőgyulladása lett, és gyakorlatilag 10 nap alatt meghalt. Nagyon kevés képe maradt fönn. Egyrészt ő maga is nagyon szigorúan szelektálta, másrészt pedig azok a képei, amelyek Dénes Zsófiához kerültek, sajnálatos módon ezeknek egy része a II. Világháborúban megsemmisült. Azok a műveik, amelyek Párizsban maradtak, azokról semmi hír nincs, tehát azok valahogy teljesen elkallódtak. Tehát Pécset Dénes Valéria meghalt, Galimberti Sándort akkor kiengedték a csapatától, és fölhozta Budapestre, és itt temette el a feleségét. És a történet nagyon drámaian záródik, mert a temetés napján Galimberti Sándor öngyilkos lett az egyik fővárosi parknak a padján. Nagyon sokat foglalkozott ekkor a sajtó ezzel a drámai esettel, és így maradt fönn a búcsú levelének a szövege, ami így hangzik. Vali nélkül nem tudok élni, feleségemmel egy sírba temessetek, a jegygyűrűmet hagyjátok az ujjamon, vigyázzatok Márióra. Dénes Valéria élete tehát egy félbe maradt élet, egy derékba tört életmű, és az a megdöbbentő, hogy mégis minden egyes megmaradt műve hitet tesz a kreativitás, az alkotóerő, az önfejlesztés, az életszeretet mellett. És hogy még néhány virágcsendéletet mutassak tőle, egy későbbiben egy napraforgót fest le, és óhatatlanul eszünkbe jutnak Van Gogh széltépett napraforgói, amelyek szintén az emberi lét és az emberi sors nehézségeit mutatják be. Sőt, Dénes Valériának van kaktuszcsendélete. Kinek jutott eddig eszébe a kaktusztról csendéletet, virágcsendéletet festeni? Tehát minden egyes virágcsendéletében elképesztő erő és elképesztő akarat sűrűsödik össze. Dénes Valéria képén a hússzínű virágok és a kicsit formátlanná váló virágszirmok számomra érdekes módon mégiscsak a nőiséget jelképezik. Nem a szó hagyományos értelmében vett nőiséget, hanem azt, amelyik belülről próbál építkezni, kibontakozni és önazonos maradni.